együttműködési megállapodás aláírására került sor a KSH és a Pannon Egyetem között. A sajtótájékoztatón a hivatal részéről dr. Vukovics Gabriela elnök és dr. Németh Zsolt társadalomstatisztikai elnök helyettes, az egyetem részéről dr. Friedler Ferenc rektor és dr. Hartung Ferenc rektori biztos vettek részt. Az együttműködés célja, hogy a két intézmény elmélet és gyakorlati tudásbázisát, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik, az egyetem hallgatóinak gyakorlati tapasztalat szerzése és munkaerőpiaci bekapcsolódásának segítése, a vállalati közszféra szakember utánpótlása, a szellemi kapacitások hasznosítása érdekében együttesen mozgósítsa. Az egyetemekkel való együttműködés általában ambíciója a KSH-nak és a Pannon Egyetemmel meg különösen, hiszen itt az oktatás, a kutatás és az innováció olyan speciális integrált keretek között zajlik, ami nagyban hozzájárulhat a mi munkánkhoz is, a mi munkánk színvonalának a javításához, hiszen nálunk is voltak éppen kutatás és innováció integráltan zajlik a statisztikai adatok előállítása mellett, tehát a folyamatos napi munka mellett. Az együttműködés mindkét intézmény szakmai munkáját erősíti az oktatás, kutatás és innováció területén egyaránt. Több olyan munkatársunk van, aki itt végzett ezen az egyetemen, egyébként éppen a veszprémi főosztályunknak a vezetője is itt végzett, és egy rendkívül tehetséges, mondhatom, hogy fiatal ember, mert nálam sokkal fiatalabb, de más egyetemekről is vannak, igen, nyilván tehetséges kollégáink, akik különböző egyetemekről jöttek. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az egyetemi képzésben a statisztika kissé háttérbe szorul, nincs meg az a nimbusza, ami mondjuk általában Európában az egyetemeken, ahol kifejezett statisztika szakképzés is zajlik, tehát statisztika szakos végzett, statisztika szakos diplomát is osztanak. Magyarországon ilyen nincsen. Az egyik törekvésünk egyébként az, hogy kialakítsunk ilyen speciális képzést, ami statisztikus képzés lenne, mesterfokon természetesen. Ezzel együtt nagyon sok olyan egyetem és főiskola van, amelyik ilyen szak nélkül is felkészült hallgatókat bocsát ki, illetve felkészült diplomásokat bocsát ki. Tehát azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatásnak nagy hagyománya, hogy statisztikát oktat, talán nem elég koncentráltan. A tervek szerint közös kutatásokat, illetve módszertani fejlesztéseket végeznek, kutatóműhelyeket hoznak létre, az eredményeket pedig hazai és nemzetközi pályázatokon és szakmai rendezvényeken is hasznosítják majd. Itt a változó világunkban ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, kell információ. Az információ elemzésen alapszik, az elemzéshez pedig kellene megfelelő eszközök, ennek olyan dolgok, amit lehet elemezni. Ez az együttműködés arra vonatkozik, hogy egy ilyen teljesség van, hogy megvan az a tudás, hogyan kell elemezni, mit kell elemezni, mi pedig tudunk biztosítani olyan fajta információt, ami az elemzés szempontjából érdekes. És így jön össze az, hogy nekünk ebből olyan lehetőségek származhatnak, ami a döntéseink meghozatalában segít. Ezen túlmenően mindhárom tevékenységünk az oktatás, kutatás és innováció szempontjából is fontos. Lehet az együttműködés, ezt fel kell építeni, mi hosszú távú együttműködésre számítunk mindenben, ebben a témában is. Ez most indul, ez az idő folyamán fel fog épülni, és egymást fogjuk erősíteni ezekben a dolgokban. Az oktatásban és kutatásban egyaránt felhasználják a KSH adatbázisait a szakmai háttértevékenységekhez. Az oktatás területén együttműködnek szakdolgozatok, TDK dolgozatok, előadások és gyakorlati statisztikai tevékenység bemutatásában, gyakornoki programokban, ezzel is segítve az egyetem hallgatóinak, valamint a KSH munkatársainak szakmai előmenetelét.